köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hatósági díjjal segítik a családokat, ársapkás lesz a tűzifa szeptember közepétől. Fogy az árstoppos tej, a nagy kereslet lehet a hiány oka. Vírusos megbetegedések, egyre több gyermek kapja el a kort. Sportnapot szerveztek a fiataloknak, több százan vettek részt a bonyhádi programokon. 5 megsérültek egy balesetben Szekszárd határában. Egy sofőr a 4-sávos úton akart megfordulni, ekkor történt a hatalmas ütközés. Az egyik áldozat fia azt mondja, az apja eszméleténél volt, amikor elvitték a mentők. Félkörívben rajzolták fel a rendőrök a nyomokat, amik azt jelzik, hogy itt akart megfordulni a szabálytalanul haladó autós. Ez egy 4-sávos szakasz dupla záróvonallal. A baleset Szekszárd mellett a 6-os úton történt. Az éppen forduló kocsiba 90-nel csapódott egy másik. Abban a járműben 4 utaztak, munkából tartottak hazafelé. Jött a hölgy, megfordult, és így belementek. Fékezniességük nem volt, és hál' Istennek enyhén sérültek. A szabályosan közlekedő autó sofőrének esélyesen volt fékezni, csak a szerencsének köszönhető, hogy a balesetben 4 könnyebben, míg egy fő súlyosabban sérült. Tudtunk velük beszélni, el tudtak mondani mindent, mondtuk, hogy maradjon itt, de azt mondta nem, mert a mentősök mindenképp be kellett vigyék őket. Másikkal is beszéltünk, aki úgymond sérült is, de más nem tudunk egyelőre. A baleset ideje alatt hatalmas autósor torlódott fel a Bor utcában és a 6-os úton. Voltak, akik 45 percet vártak, hogy tovább indulhassanak. Az idei esztendő második negyedévében a megnövekedett forgalom mellett 8,6%-kal több, 4057 személyisérüléses közúti közlekedési baleset történt a magyar utakon, az előző év azonos időszakához képest. Derült ki a KSH által közzétett statisztikákból. Az elmúlt 3 azonos időszakára visszatekintve ez a legmagasabb esetszám. A 100 kilométernél hosszabb autópályákon 100 kilométerre átlagosan 14,1 baleset jutott, fajlagosan a legtöbb az M5-ösre, a legkevesebb pedig az M6-osra. A járműgyártás területén jól állunk, a járműipar a magyar gazdaság legmeghatározóbb eleme. A GDP jelentős részét állítja elő, mondta a Palkovics László, technológiai és ipari miniszter. Magyarország iparának mintegy 70%-a high-tech. Ez az arány megközelíti Németországot és Dániát. Mintegy 10 000 fejlesztőmérnök dolgozik az autógyártás területén, ismertette a szaktárca vezetője. Sokan várják, hogy kiderüljön, mennyibe kerül majd az ársapkás tűzifa. Magyarországon többen vannak, akik vegyesen, gázzal és fával is fűtenek télen, de akad olyan is, aki csak ez utóbbit használja. Az agrárminiszter szerint 30 000 forint körül lehet majd beszerezni a hatósági áras tűzifa köbméterét. Ennyi fa maradt a tavalyi fűtési szezonból ennél a háznál, de már hozzáláttak az új aprításához is. Sokan vannak, akik még nem szerezték be az idei tüzelőt, és talán jobban is járnak, hiszen a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hatósági áras lesz ez az alapanyag. Ezek különbözőek lesznek attól függően, hogy milyen fát vásárol valaki, és kijelöljük az átvételi helyeket, és ott mindenkinek az erdőgazdaságok állítás szerint 10 köbméter fára, ami egy háztartás téli fűtéséhez elegendő, mindenkinek tudnak legalább 10 köbméter fát a fűtési szezon kezdetéig biztosítani. Többnyire azonnal, de ha azonnal nem megy, akkor is a fűtési szezon kezdetéig mindenkinek legalább 10 köbméter fát az állami erdőgazdaságok biztosítani tudnak. A kormány ezzel az intézkedéssel is a családokat támogatja, hiszen nagyon sokan vannak, főleg vidéken, akik ezt a fűtési módot választják. Télen ugye főként fával fűtünk, a gázt is használjuk, de legtöbbségében fát, és hát körülbelül 10 vagy kicsit több köbméter fát is eltüzelünk. És azért a hatósági áras fa nagyban megkönnyíti a dolgunkat, mert úgy tudom, hogy ők is 10 köbméterig fogják adni ezt a hatósági árat, tehát nekünk az mindenképp segítség lesz. Az energiaválság a tűzifa árára is hatással volt. Tavalyhoz képest több mint 50%-kal emelkedett meg a fa köbméter ára,
és az sem mindegy, hogy hol veszi az ember. Azért jónak tartom azért a fának egy határozott árnak a kiszabását, mert akkor mindenkinek fog jutni remélhetőleg. Nagy István agrárminiszter úgy nyilatkozott, 30 ezer forint körül lesz a hatósági ára a tűzifának, de néhány napon belül a pontos összeget is közlik majd, hogy a fűtési szezon kezdetéig mindenki hozzájuthasson a tüzelőhöz. Az idei utolsó negyedévben a Magyarországon működő vállalatok 26%-a tervez elbocsátást, a belföldi cégek fele nem számol változással, de felvételt csak az ötödik lehet valószínűleg 2022 végéig, tehát nagyobb mértékű lehet a leépítés, mint a létszámbővítés. Ilyenre a járvány óta nem volt példa. Főképp a fővárosban és a Nyugat-Dunántúlon lehet elbocsátásokra számítani. A mutatók alapján csak a feldolgozóipar bővülhet, a bankok, hitelintézetek, biztosítók, valamint az ingatlan szektor létszámegyenlege várhatóan stagnál. Az alapanyaggyártás, az informatika, a technológia, a távközlés, a kommunikáció és média munkaerő állománya pedig jelentősen csökkenhet. Hiányzik lett az árstoppos tej. Magyarország kormánya még januárban több alapvető élelmiszer mellett a tavaly októberi áron rögzítette a 2,8%-os tartós tejárát. Az elmúlt időszakban azonban többen jelezték, hogy nem találtak a boltok polcain. Üresen állnak a raklapok az egyik szekszárdi boltban. Egy nézünk küldte a felvételt. Hatósági áras 2,8%-os tartós tejet szeretett volna vásárolni. Több üzletbe is elment, mire sikerült találnia. Mások is hasonlóan jártak. Van, aki azt mondja, csak a drágább kategóriájú terméket tudta megvenni. Hát itt van, csak a magasabb áron. Mások inkább már a termelői tejet választják. A tejet használok, csak a hogy is hívják, kucokokat. Külön hozzá az illető a ház. Rendes, normális, nem ez, ami tehén se látott. Igen, fogyasztok, de házi tejet. A Magyar Tejtermék Tanács ügyvezetőjét telefonon kérdeztük meg a kialakult helyzetről. Harc Zoltán elmondása szerint a feldolgozók 2022 első felében az előző évek átlagához képest 70-80%-kal több hatósági áras tejet gyártottak és adtak el hazánkban. Tehát a problémát a megnövekedett kereslet okozza, ezért előfordulhat, hogy logisztikai okok miatt időszakosan nincs a termékből a polcokon. Ha csak az elmúlt egy hónap adatait nézem, akkor ennek a hatósági áras tejnek az értékesített mennyisége az 202%-on áll a 21 évi adatokhoz képest. Tehát nagyon keményen beleálltak a feldolgozók, és kiszolgálják a megnövekedett igényeket. Tehát erről az oldalról a feldolgozóipar mindent hozzá. Tehát ne felejtsük el, hogy az előírás úgy szól, hogy csak az előző évi szintet kell a kínálatban tartani a boltoknak. Harc Zoltán elmondta azt is, hogy összességében jelentősen 3,5%-kal több tejet iszunk, mint egy évvel korábban. Családbarát munkahelyvédjegyet kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A NAK szerdai közleményében tudatta ezt jelezve, például egészségbiztosítási csomagot biztosítanak minden aktív munkavállaló számára, csoportos élet- és balesetbiztosítást, valamint kedvezményes lehetőséget családtagok egészségbiztosítási csomagjára. Emellett a szervezet kismama programot működtet, rendszeresen kapcsolatot tart a gyermekgondozási szabadságon lévőkkel. A szabadság beosztását a munkáltató jelentős részben az előírásoknál jóval magasabb arányban engedi át a munkavállalónak. A fentieken túl a NAK kiemelten kezeli a családok támogatását, gyermekszületés és örökbefogadás esetén ajándékcsomaggal köszönti az édesanyákat. A mezőgazdasági terület nagysága 5 millió 81 ezer hektár, az ország területének majdnem 55%-a. A szántóterület 32 ezer hektárral nőtt egy év alatt a június 1-i összesített adat szerint. Olvasható a Központi Statisztikai Hivatal közleményében. Az ország területének 45%-a szántó, ami a mezőgazdasági területen belül 82%-ot tesz ki. A többi 15%-a gyepként hasznosult, majdnem 3% szőlő és gyümölcsös, a fólia és az üvegház alatti növénytermesztés területe körülbelül 2000 hektár. Köhögés, láz és torokfájás lehet annak a vírusnak a szövődménye, ami felütötte a fejét a kisgyermekek körében. Bágyadtság és hőemelkedés a leggyakrabban előforduló tünet. A betegség természetes lefolyású, kikerülni nem lehet. A szakember szerint az a legjobb, ha mindenki hamar átesik rajta.
Újra felütötte a fejét a szokásosan szeptember 3. hetében előforduló vírusos megbetegedés azon gyermekek körében, akik közösségbe kerültek. A szakemberek szerint ez egy szokványos dolog a tanévkezdés megkezdésekor. A vírus igen fertőző, van, ahol rendelésenként 60-70 eset számmal dolgoznak a házi orvosok. Köhögés és náthat társul a megbetegedéshez, átmenetileg 2-3 nap erejéig pedig torokfájás is előfordulhat. A dolog nem új, már több mint 10 éve észleljük azt, hogy az iskola és az óvoda kezdés minden szeptemberben azt vonja maga után, hogy szeptember 2.-3. hetétől a nem súlyos, enyhe felső, illetve alsó légúti fertőzések száma drasztikusan megnő. Ha belegondolunk, ez teljesen természetes, ugye 2-3 hónapig a gyerekek otthon voltak, közösségből kiszakítva, most visszakerülnek, az idő is hűvösödik, rosszabbodik, sokkal nyálkásabb, párásabb az éghajlat, ilyenkor a vírusok sokkal könnyebben megtámadják a gyermekeket. Ez egy természetes folyamat, melyet a szakember szerint nem lehet megkerülni. Mindenképp át kell esni rajta, hogy 2-3 hét leforgása alatt véget érjen a megbetegedések sorozata. A dolog nagyon egyszerű, mert igen, erőteljes eklatás tünetei vannak, tehát amikor a gyerek bágyattabb lesz, esetleg hőemelkedése, eldugul az orra, az első 1-2 napban fáj a torka, ez már bizonyíték arra, hogy a vírus ott lappang a gyerkőcben. Az említett tünetek esetén általában antibiotikumos szerek nélküli kezeléssel is eredményt lehet elérni, gyógyulás után pedig ezen vírus ellen ellenálló lesz a szervezet. Sportnapot szerveztek Bonyhádon helyi általános iskolásoknak. Az egész délelőtt tartó programokon több száz gyerek vett részt. A szervezők célja az volt, hogy minél fiatalabb korban megszerettessék a rendszeres testmozgást a kicsikkel. 19. alkalommal szervezték meg a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában a már hagyományos sportnapot, ahol közel 500 gyereket mozgattak meg. Vannak itt sorversenyek, most éppen egy váltófutáson estünk túl, mi lettünk az elsők. Ezen kívül akadálypályákon és ügyességi vetélkedőn vehettek részt a diákok, de új, a legtöbbjük számára még ismeretlen sportágakat is kipróbálhattak. Az idei évnek a különlegessége, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség jóvoltából elindult egy program, a kölyökből atléta, és egy olyan eszközcsomagot tudunk kipróbálni és használni, ami még inkább látványossá és élvezhetővé teszi ezt a mai mozgásos délelőttet, kora délutánt. Az alsós és felsős korosztálynak külön programokkal készültek a pedagógusok, így mindenki megtalálhatta azt, amiben a legjobb lehet. Regionális híreink következnek. Választási csalás gyanúja Baranyában, 25 vádlottat idéztek be a bíróságra. Mentes ételek a mindennapokban, különleges finomságokat kóstoltak a fiatalok. Születi felvonulás Tabon, idén is megtartották a nagy hagyománnyal bíró rendezvényt. Választás rendje elleni bűncselekmény miatt emelt vádat 25 vádlottal szemben a Baranya megyei főügyészség, akik a 2019. évi magyarországi önkormányzati voksolásokkal próbálhattak csalni. Az ügyész szerint az egyik polgármester jelölt gondolta úgy, hogy ő nyeri meg a választást, ezért szavazókat verbúvált a kis településre pénzért. Ez olyan jól sikerült, hogy megduplázta a szavazópolgárok számát. Számolják a szavazatokat a pécsi városházán az önkormányzati választáson még 2019-ben. Nem a megyeszékhelyen, hanem egy baranyai kis településen történt választási csalás az akkori voksoláson. Az ügyben most emeltek vádat. Baranya megyében egy kis településen polgármester jelöltként ketten indultak a választásokon. Közülük az egyik, az ügynek az elsőrendű vádlottja elhatározta, hogy ezt valamilyen módon befolyásolni megpróbálja magát a választásnak az eredményét, ezért két ismerősének szólt abból a célból, hogy azok szervezzenek be embereket, akik egyrészt bejelentkeznek ide a kis településre, illetve a későbbiekben pedig a választásokon rá fognak szavazni. A két elkövető több embert beszervezett, hogy azok átjelentkezzenek és a megbízójukra az egyik polgármester jelöltre szavazzanak. Ezért pénzt kaptak, 5000 forintot az átjelentkezésért és 5000 forintot a megfelelő szavazatért. Az akció olyan jól sikerült, hogy az eredetileg 106 szavazójoggal rendelkező
lakosból 200 fölötti lett a választás napjára. Különböző bejelentések miatt a választási bizottság az eredeti választásnak az eredményét megsemmisítette, és új eljárást írt ki. Ezen a megismételt eljárásban, amire novemberben került sor, már a másik polgármester jelölt szerezte meg a szavazatoknak a többségét. A bűncselekménynek a minősítése a választás rendjelni bűncselekmény büntettének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Összesen 25 ember ellen emeltek vádat. Az ügyészség a bűncselekményt szervező volt polgármesterjelölt vádlott vonatkozásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre tett indítványt. A többiek esetében pénzbüntetés, illetve közérdekű munka kiszabása a javaslat. Különleges italokkal igyekeznek meghosszabbítani az idegenforgalmi főszezont egy Fonyódi kávézóban. A tulajdonos szerint az ötlet bevált, sokan csak a ritkaságok miatt térnek be hozzájuk. Izgalmas tapasztalás lehet a kávé rajongóknak az úgynevezett nitro kávé, ami tulajdonképpen egy nitrogén buborékokkal dúsított, tonikkal felöntött alkoholmentes ital. Készítői azt mondják, savanykás ízével egy igazi frissítőről van szó. Amit most csinálunk, az egy nitro, illetve egy nitro tonik, ami egy viszonylag új kávénak számít. 2013-ban kísérletezték ezt a technikát Oregonban, a nyugati parton Amerikában, és azóta indult világ körül útjára. Most már nagyon-nagyon népszerű, Amerikában mindenféleképpen, és már Európában is egy több helyen kezd szerepelni a jobb kávézatnak a kínálatában. Nem tudom, hogy több jobb kávézók lettünk-e, de az biztosan nagyon finom. A kávé különlegesség mellett a ritka teák is vendégcsalogatónak számítanak. Most fogjuk, betesszük a kávécseresznek alapotat. Ilyen például a kávécserje gyümölcséből készülő kaszkara is. Sokáig kellett ismerkednünk a kávé elfogyasztási szokásaival, és egyre több olyan dolgot találtunk benne, amit kifejezetten megkedveltünk. Én magam függő lettem, bevallom, és most már nem csak a hagyományos 9-báros módszerre, hanem rengeteg alternatív módszerre is készítek kávét. Egész egyszerűen rájöttem arra, hogy ez a világ legjobb itala, és ezt rengetegféleképpen lehet készíteni. Például magát a kávécseresznyének a héját is fel tudjuk használni. Kaszkara teát szoktunk belőle csinálni, úgyhogy gyakorlatilag a kávé minden szempontból egy ideális választás. A tulajdonos azt mondja, hiánypótló jelleggel vette fel ezeket a különleges italokat a kínálatba, hogy a térségbe érkező vendégek ezeket is ki tudják próbálni. Különleges tanulmányúton vehettek részt horvát-magyar hallgatók. Egy nemzetközi projekt keretében a mentes étkezés lehetőségével ismerkedhettek meg a fiatalok. Citrusos humusz paradicsomos lecsóval, paradicsomleves görögdínyekockákkal, rakott cukkini barna rizssel és padlizsán szósszal, valamint fügéspite. Így néz ki egy mindenmentes vegán menüsor a Balaton egyik ikonikus éttermében. Kaposvári és horvát egyetemi hallgatók kóstolhatták végig ezt az ételsort. A legfurcsábbnak a fiatalok a levest találták. Sokan meglepődtünk ezen, hogy dínyével találkoztunk a paradicsomlevesben, de számomra nagy meglepetés volt, ugyanis szerintem jól harmonizáltak az ízek így a paradicsommal, és nem gondoltam volna, hogy tetszeni fog, megmondom őszintén. Az étterem már 3. éve állít összementes menüsort vendégei számára, akiknek száma évről évre nő. Manapság már egyre fontosabb az, hogy az éttermek kínálatában jelen legyenek a mindenféle mentes étele, glutén, laktózmentes, vegán és vegetáriánus opciók is legyenek az étlapon. Ez manapság már tényleg mindenki, sokan így étkeznek, akár vallási, etikai, egészségügyi, környezeti szempontokból. Mi a 2020-as évben vezettük be a régiónk vegán ízei menüt a hagyományos régiónk ízei menü mellé, és láttuk rá, hogy van kereslet, tehát a kereslet szülte ezt, hogy mi is bevezessük a kínálatba. 4 fogás tartalmaz, előétel, leves, főétel és egy desszert, amit mi kínálunk a vendégeinknek. És igazából azt szerettük volna bemutatni, hogy tényleg nem az unalmas salátákból állnak ezek a vegán ételek, hanem tényleg milyen színes és ízletes fogásokat lehet kihozni a zöldségekből és a gyümölcsökből. A tanulmányút tapasztalatait a fiatal hallgatóknak egy projekt munkába kell beépíteniük. És a tanulmányutat szerdán és csütörtökön, illetve pénteken egy kreatív tábor követi,
ahol az lesz a hallgatóknak a feladata, hogy inspirálódva ezekből a helyekből, amiket meglátogattunk, egy önálló projektötletet dolgozzanak ki, ami vagy a meglátogatott helynek a szolgáltatásához illeszkedik, vagy pedig ők elképzelnek egy turisztikai szolgáltatót, egy vállalkozást, és saját ötletet dolgoznak ki, és a hét végén pedig prezentálni fogják egy szakmai zsűrinek, aminek lesz magyar tagja, lesz horvát tagja, és lesz az egyetemünk részéről is egy tag. Úgyhogy értékelni fogjuk ezeket a projektmunkákat. A hallgatók kapnak visszaigazolást arról, hogy amit sikerült kidolgozniuk, az mennyire életszerű, mennyire megvalósítható, mert ez egy nagyon fontos szempont lesz. A fiatalok a hét folyamán különböző tudományos előadások keretében is ismerkedhetnek az ételintolerancia a fogyasztói trendek alakulásával. Egyre jobb minőségű borok készülnek a Somogy megyei Tabon, ahol komoly tradíciói vannak a szőlőtermesztésnek. A kiváló fehér és vörös borokat most bárki megkóstolhatta a hagyományos szüreti fesztiválon. A tabiak lóháton és lovaskocsival jó hangulatban vonultak fel a szüreti fesztiválon a hétvégén. A helyi szőlősgazdák szerint volt is mit ünnepelni, hiszen kiváló borok születtek az idén. Én szerintem jó lesz. Jó lesz. Az elsőt leszedtük, Riesling Silvani. 17 cukorfokos, nagyon szépek voltak a fürtök, és lé is jó lett. Több lett, mint tavaly. Milyen hagyományai vannak itt a szőlőtermesztésnek Tabon? Hát ez nagyon régi dolog. Itt az őseinktől vettük ezt át, ugye én is úgy születtem bele feleségem révén. Aztán hát ezt szeretni kell. Ez nagyon jó, szép dolog, meg jó, csak sok munka van vele. Nem csak a borkészítésnek, hanem a szüreti fesztiválnak is komoly hagyományai vannak Tabon. Az esemény mintegy 20 évvel ezelőtt indult útjára, és egyre népszerűbb. Három hegy van kín, hegynek nevezik amúgy Dombok, több mint 130 pincészet van, és ugye a bornak nagy hagyománya van, ez miatt elkezdődött ez a borfest, és akkor felvonulással mindennel, és ez most már így a szabadtéri városnap lett az utóbbi 20 évben, egyre több emberrel, látnivalóval, programokkal, és hát ahogy látszik is a felvonuláson, meg minden, ez, hogy mind a város, mind a környék nagyon szereti. Olasz Riesling, Riesling Silvani és Sai Oliver. Elsősorban ezekből a szőlőfajtákból készülnek fehérborok, a vörösek közül pedig a Cabernet Franc, a Cabernet Sauvignon, a Merlot és a Kék Frankos a leggyakoribb. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy nem csak a szőlőtermesztésben, de a borkészítésben is nagyot léptek előre a tabi gazdák. Egyre jobb ugyanis a helyi borok minősége, ezt pedig érdemes minél szélesebb körben megmutatni. A hazai és somogyi borkultúra népszerűsítésén túl egy igazi közösségi élmény is a Tabi Szüreti Fesztivál. A Tabi Szüreti Fesztiválra nem csak a helyiek, hanem a környékbeliek, sőt sok esetben a Balatonhoz érkező vendégek is részt vesznek, így az esemény a négy évszakos Balaton megteremtését is szolgálja. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Hatósági díjjal segítik a családokat, ársapkás lesz a tűzifa szeptember közepétől. Fogy az árstoppos tej, a nagy kereslet lehet a hiány oka. Vírusos megbetegedések, egyre több gyermek kapja el a kort. Sportnapot szerveztek a fiataloknak, több százan vettek részt a bonyhádi programokon. Csütörtökön napközben a ciklon meleg frontja, estétől annak hideg frontja alakítja az időjárást. Változó felhőzet mellett meleg, magasabb nedvességtartalmú levegő érkezik térségünkbe, ezért szorványos esőkre, záporokra, zivatarokra készülhetünk. Egy-egy felhőszakadással járó, hevesebb zivatarnak is van esélye. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, a naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!